Harmadik novella. Három ifjú eltékozolván vagyonát szegény sorsra jut. Egyik unoka öccsük kétségbe esetten hazatér egy apátúr társaságában, kiről kiderül, hogy Angolország királyának lánya. Ez azután férjéül választja őt, bátyjainak mindent megtérít, mit elvesztettek, és ismét jó módba juttatja őket. A hölgyek álmélkodva hallgatták Rinaldo Dusty történetét, és magasztalták jámborságát, és hálát adtak Istennek és Szent Juliánusnak, hogy legnagyobb szorongattatásában segítséget nyújtottak neki. Mindazonáltal, ám bár csak úgy egy-egy elejtett szóval beszéltek róla, a hölgyek nem tartották ostobának azért, hogy kiaknázta a jót, mit Isten ölébe hullatott. És miközben kuncogva beszélgettek a pompás éjszakáról, mely ama hölgynek jutott, Pampine, aki Filosztrátó szomszédja volt, észrevette, amint úgy is volt, hogy rákerül az elbeszélés sora. Magába mélyedt tehát, és elkezdett gondolkodni azon, mit mondani kívánt, minek utána pedig a királynő parancsa elhangzott bátran és vidáman ekképpen kezdett beszélni. Tiszteletre méltó hölgyeim, minél több szó esik a sors rendeléseiről, annál több mondani valója akad annak, ki helyesen vizsgálja dolgait. És ezen senkinek sem szabad csodálkoznia. Ha józanul meggondolja, hogy mindam a dolgok, melyeket balgatagon magunkénak mondunk, a sors kezében vannak, és ennek következtében az maga rejtett szándéka szerint szüntelenül egyik embertől elveszi, és a másiknak adja oda azokat, mi pedig ennek törvényét nem ismerjük, és ambátor ez minden dolgokban, minden áldott nap nyilván megmutatkozik, és ezen felül néhány előbb mondott novellából is megtetszik, mindazonáltal, mivel királynőnknek úgy tetszik, hogy erről beszéljünk. Az elmondottak tetejébe bizonyára a hallgatók okolására magam is elmesélek egy novellát, amely bízmást remélem tetszeni fog. Élt valamikor a mi városunkban egy Tedaldo nevezetű lovag, aki némelyek szerint a Lamberti nemzetségből származott. Mások szerint az Agolanti nemzetségből eredt. Ezt azonban nyilván csak a fiától folytatott mesterség miatt mondják, mely ugyanaz volt, mint az Agolantiak folytattak, és folytatnak ma is. Azonban ne firtassuk, melyik családból ered, inkább elmondom, hogy ennek a maga idejében dúsgazdag lovagnak három fia volt. Az első Lamberto, a második Tedaldo, a harmadik pedig Agolante nevezetű, daliás és kedves ifjak, bár a legidősebbik sem múlt még 18 esztendős. Ekkor történt, hogy a dúsgazdag Tedaldo meghalálozott, és minden ingó és ingatlan vagyonát fiaira hagyta, mint törvényes örököseire. Ezek, mikor látták, mekkora vagyon és birtok maradt reájuk, nem törődtek semmi mással, csak a maguk élvezeteivel, és féktelenül és korlátlanul kezdtek tékozolni. Roppant cselédséget tartottak, sok pompás lovat, kutyákat és vadássólymokat, szakadatlanul folyt a dáridó és a vendégeskedés, és nem csupán olyan dolgokat műveltek, melyek illendők voltak nemes emberekhez, hanem hát minden egyebet, mire ifjonti könnyelműségükben kedvük szottyant. De nem sokáig folytatták ezt az életet, mivel hogy az atyuktól rájuk hagyott vagyon megcsappant. Mivel pedig a kiadások áradatára nem futotta már csupán jövedelmeikből, kezdték eladogatni és elzálogosítani birtokaikat. Ma az egyiket adták el, holnap a másikat, és szinte csak akkor kaptak észbe, amikor már semmiük se volt, és a szegénység felnyitotta szemüket, melyet a gazdagság elvakított. Annak okáért Lamberto
Egy napon magához hívatta a másik kettőt, és elmondotta nekik, mely tisztességben élt atyjuk, és mely becstelenségben élnek ők maguk, és hogy mekkora volt annak gazdagsága, és mely feneketlen szegénységre jutottak ők maguk eszeveszett tékozlásuk miatt, s tőle teletőleg biztatta őket, hogy mielőtt még a világ szájára kerül nyomorúságuk, adják el vele együtt mindazt a keveset, amiük még megmaradt, és költözzenek el innét. És ekképpen cselekedtek. És nem jelentették be senkinek, nem búcsúzkodtak senkitől, hanem eltávoztak Firenzéből, és meg sem álltak Angolországig. S pénzüket kezdték magas uzsora kamatra kölcsönadogatni. Ebben pedig oly igen kedvezett nekik a szerencse, hogy néhány esztendő alatt rengeteg vagyont nyertek. Annak okáért tehát vagyonukkal egyik a másik után rendre visszatértek Firenzébe, otthon birtokaik javarészét visszavásárolták, s azon felül sok egyéb birtokot is vásároltak hozzá, és megházasodtak. Angolországban pedig fenntartották az uzsora üzletet, és az ügyek intézését rábízták egy fiatal unoka öcsükre, akinek neve Alexandro volt, ők pedig Firenzében, feledvén, hogy mi végre juttatta őket előbbi eszeveszett pazarlásuk, mind a hárman őrülten szórni kezdték a pénzt, mint annak előtte, holott már családos emberek voltak, és már minden kereskedőnél el voltak adósodva, mégpedig fülig. Egy darabig csak bírták ezeket a kiadásokat, ama pénz révén, melyet Alessandro küldött neki, ki arra adta fejét, hogy a bároknak kölcsönözgetett a kastélyaikra és egyéb jövedelmeikre, amiből busás hasznot söpört be. És miközben a három testvér ekképpen bolondul pazarolt, ha pedig kifogyott a pénze, adósságba verte magát, szüntelenül vakon bízván Angolországban történt, hogy mint a derült égből lecsapó villám, Angolországban háború tört ki a király és az egyik fia között, melynek során az egész sziget két pártra szakadt, s egyik fele az egyikkel, a másik a másikkal tartott. Emiatt a bárók kastélyai mind kicsúsztak Alessandro kezéből, és semmi más jövedelme sem maradt. Alessandro pedig abban a reményben, hogy az atya és a fiú között egyik napról a másikra mégiscsak helyreáll a békesség, és ennek következtében mindenét megkapja, a kamatokat és a tőkét is, nem költözött el a szigetről. A három testvér pedig, kik Firenzében voltak, semmiben sem korlátozták roppant kiadásaikat, és napról napra jobban eladósodtak. De minek utána esztendők során át megtetszett, hogy ez a reménység nem teljesült, a három testvér nem csupán hitelét vesztette, hanem azoknak sürgetésére, kik pénzüket követelték, egyszerre csak fogságba került. Mivel pedig az adósságok kifizetésére birtokaik nem voltak elegendők, a hátralék miatt börtönbe vetették őket, és feleségük és kicsi gyermekeik vidékre költöztek. Egyik erre, másik arra. Meglehetősen szűkös szegénységben éltek, s már letettek minden reménységről, és beletörődtek, hogy mindörökre így nyomorúságos lesz az életük. Alessandro, ki Angolországban esztendőkön át leste a békét, látván, hogy csak nem jön, s hogyha tovább is ott marad, az életével játszik, s ott maradnia amúgy is hiába való, elhatározta, hogy visszatér Itáliába, és egymagában csak ugyan útnak is indult. Történt pedig, hogy midőn Brügg városából távozott, látta, hogy ugyanakkor távozik onnan rengeteg szerzetes, és nagy cselédség kíséretében egy fehér ruhás apát, előtte roppant ládát visznek, nyomában pedig két ősnemes lovak halad, a királynak rokonai. Alessandro, mivel már ismerte őket, csatlakozott hozzájuk, és azok szívesen fogadták társaságokba. Miközben tehát Alessandro velük mendegélt, barátságosan megkérdezte őket, kik ezek a barátok, kik oly nagy cselédséggel ott előttük lovagolnak, és hová mennek.
Felelt erre az egyik lovag. Az, aki legelől lovagol, egyik ifjú rokonunk, ki csak a minap választottak Angolország egyik legnagyobb apátságának apátúrául. Mivel pedig még fiatalabb, mintsem, hogy a törvények szerint így nagy méltóságot elnyerhetne, Rómába megyünk vele a Szentatyától kieszközölni, hogy ne vegye számba túlságosan ifjúkorát, és mentse fel őt, és erősítse meg méltóságában. De ezt nem kell elmondani senkinek. Miközben tehát az új apátúr egyszer a cselédsége előtt, másszor pedig utána ügetett, amint naponta látjuk az utollevő uraknál, útközben maga mellett megpillantotta Alessandrót, ki sugár termetű és csinos arcú ifjú volt, és erkölcsben, kedvességben és illedelmes viselkedésben senki nem volt hozzáfogható. Meg is tetszett neki csodálatos képen első pillantásra, mint soha életében még senki más, és magához szólította, és barátságos beszélgetésbe elegyedett vele, és megkérdezte, kicsoda, honnét jön, és hová megyen. Erre Alessandro őszintén feltárt a helyzetét, és megfelelt az apátúr kívánságának, és felajánlotta magát minden szolgálatra, mi csak csekély erejéből telik. Az apátúrban választékos és illedelmes beszédének hallatára, és főképpen miután alaposan megfigyelte viselkedését, felötlött az a gondolat, hogy ámbátor becstelen mesterséget folytat, mégiscsak nemes ember, úgyhogy egyre jobban megkedvelte, és már szíve mélyéig megindította szerencsétlensége, s melegen biztatgatta, és azt mondta neki, hogy csak bízzék, mivel hogyha derék ember, Isten még visszahelyezi oda, honnan a szerencse letaszította, sőt, még magasabbra, és megkérte, mivel úgyis Toszkána felé visz útja, maradjon az ő társaságában, mivel hogy ő maga is ugyancsak arra megy. Alessandro köszönetet mondott neki a vigasztalásért, és azt felelte, hogy készséggel várja minden parancsát. Miközben tehát az apátúr tovább haladt, és szívében ismeretlen érzelmek ébredtek, ahogy Alessandróra pillantgatott, történt, hogy kevés napok múltán valamely faluba érkeztek, melyben nem voltak nagy bőségben a fogadók. Mivel pedig az apátúr ottan meg akart szállni, Alessandro bevezette őt egy fogadósnak a házába, kivel jó ismeretségben volt, és a ház legnyugodalmasabb részében adatott szobát az apátnak. És, mintha már is udvarmestere lett volna, ügyes ember léttére faluszerte elhelyezte egész cselédségét, kit itten, kit amottan, és minek után az apátúr megvacsorázott, már jó előre haladt az éjszaka, és minden ember nyugovóra tért, Alessandro megkérdezte a fogadóst, hogy hát ő hol kap szállást. Felelte a fogadós, hát szó, ami szó, én bizony nem tudom. Látod, hogy minden sarok teli van, és én magam meg a házam népe már csak a lócákon alszunk. Mégis az apátúr szobájában van néhány gabonás zsák. Oda vezethetlek, és megágyazhatok rajtuk, s a kedved van jobb híján, ott töltheted a mai éjszakát. Mondta erre Alessandro, hát hogy mehetnék én az apátúr szobájába, hiszen tudod, milyen kicsiny, és oly szűk, hogy már egyik szerzetese sem kaphatott benne helyet. Ha előbb észbe kaptam volna, minek előtte a függönyöket feltették, odafektettem volna szerzeteseit a gabonás zsákokra, én meg az ő helyükre mentem volna aludni. Felelte erre a fogadós, már pedig így van, és ha akarsz, itt pompásan elalhatsz. Az apátúr alszik, a függönyök össze vannak húzva. Én szép csendesen beteszek neked egy derék aljat. Aludj azon. Mikor Alessandro látta, hogy a dolgot nyélbe lehet ütni anélkül, hogy az apátúrat megzavarná, beleegyezett, és amilyen halkan csak tudott, megágyazott magának. Az apátúr, ki nem aludt, sőt, szüntelenül újdonsült vágyakozásán jártatta elméjét, meghallotta Alessandro és a fogadós beszédét, és
azt is ugyancsak észrevett, hogy Alexandro hol feküdt le. Annak okáért boldogan így töprenkedett magában, kívánságom szerint küldötte az Isten ezt a jó alkalmat. Ha nem ragadom meg, talán soha többé vissza nem tér. És miután feltette magában, hogy igenis megragadja, mikor már úgy vette észre, hogy a fogadóban minden elcsendesedett, suttogva szólította Alessandrót, és azt mondta, hogy jöjjön, feküdjön mellé. Ez pedig nagy húzódozás után mellé is feküdt. Az apátúr mellére tette a kezét, és elkezdte olyképpen tapogatni, mint vágyakozó leányok szokták szerelmesüket. Ezen Alessandro fölöttébb elcsodálkozott, és igen aggódott, hogy talán az apátúron fajtalan gerjedelem vett erőt, és azért fogdossa őt ilyeténképpen. Az apátúr, akármert előre várt, akármert Alessandro valami mozdulatot tett, észrevette az aggodalmat, és elmosolyodott, és azon nyomban ledobta magáról a rajta való inget, megfogta Alessandro kezét, és mellére húzta mondván, Alessandro, kergesd el ostoba gondodat, és keresgélj itten, hogy megtudd, mit rejtegetek. Alessandro kezét az apát mellére helyezte, s két kerek, kemény és finom mellecskére bukkant, melyek, mintha csak elefántcsontból lettek volna faragva. Mikor meglelte őket, és megismerte, hogy ez bizony nő, nem várt egyéb felszólításra, hanem azon nyomban megölelt és meg akarta csókolni, mikor az ekképpen szólt. Ének előtte hozzám közeledel. Ide hallgass, valamit akarok mondani. Mint láthatod, nő vagyok, nem pedig férfi. És szűzen indultam el otthonomból, s a pápához igyekeztem, hogy férjhez adjon. Szerencsédle vagy szerencsétlenségemre, amikor a múltkor megláttalak, oly forró szerelemre gyulladtam irántad, amilyennel nő még sohasem szeretett férfit, és ezért feltettem magamban, hogy mindenki másnál inkább téged akarlak férjemül. Ha hogy tehát nem akarsz engem feleséged gyanánt, takarodj innen, és menj vissza a helyedre. Alessandro ám bár nem ismerte őt, a kíséretére gondolt, s akképpen vélekedett, hogy bizonyára nemes és gazdag hölgy, hogy pedig szép, azt látta. Azért nem sokat hímezett, hámozott, hanem azt felelte, hogy ez kedve szerint van, és beleegyezik. Akkor a leány felült ágyában, és egy kép előtt, mely üdvözítőnket ábrázolta, gyűrűt húzott az ujjára, és eljegyezte magát vele. Aztán átölelték egymást, és nagy gyönyörűséggel mulattak egymással, míg nem az éjszaka tartott, s minek utána pedig megbeszélték jövendő viselkedésüket, amint a nap felvirrat. Alessandro fölkelt és kiment a szobából, ugyanott, amerre bejött, és senki sem tudta meg, hol töltötte az éjszakát, mód felett vidám volt, és az apátúrral és kíséretével megint útnak indult, és számos napok múltán elérkeztek Rómába. Minek utána ott a néhány napot töltöttek, az apátúr, csupán a két lovag, és Alessandro kíséretében elment a pápához, és illendő tisztelettel köszöntvén őt, eképpen kezdett beszélni. Szentatyám, mint mindenki másnál jobban tudod, mindaz, ki jól és tisztességgel óhajt élni, minden erejéből tartozik kerülni minden alkalmat, mely ellenkező cselekedetekre ragadhatná őt. Ha hogy tehát én, ki tisztességgel óhajtok élni, ezt tökéletesen megtarthassam ebben a ruhában, melyet rajtam látsz, nagy titokban megszöktem atyámtól, Angolország királyától, s magammal hoztam kincseinek javarészét, mivel hogy feleségül akart adni engem egy Skócia királyához, ki már agg ember, holott én ifjú ember vagyok, mint láthatod, és útra keltem, hogy idejöjjek, hogy szentséged adjon férjhez engemet. Nem is annyira Skócia királyának agg kora miatt szöktem meg, mint inkább félelmemben,
Hogyha feleségül megyek hozzá, gyenge fiatalságom miatt talán olyasmit kell cselekednem, mi az isteni törvények és atyám királyi vérének becsülete ellen vagyom. És miután ezzel a szándékkal úton voltam ide, Isten ki legjobban tudja, kinek-kinek mi válik javára, úgy hiszem, az ő irgalmasságában elém hozta azt, itt férjem ül szánt. Ez az ifjú az, és rámutatott Alessandróra, kit itten látsz mellettem, kinek erkölcse és derégsége méltó bármely jeles hölgyhöz, ám bár vérének nemessége nem oly tiszta, mint a királyoké. Én tehát őt választottam, és őt akarom. És soha máshoz nem megyek, akármi is atyámnak, vagy más valakinek akaratja. A fő-fő ok ugyanis, melyért útra keltem, megszűnt, de úgy határoztam, hogy mégis folytatom utamat egyfelől, hogy meglátogassam ama szent és tiszteletre méltó helyeket, melyekben a város bővelkedik, és szentségedet, másfelől pedig, hogy kinyilatkoztassam előtted és ekképpen minden emberek előtt Alessandro és a magam házassági kötését, amely csupán Isten előtt történt meg. Annak okáért alázatosan kérlek, legyen kedves előtted az, mi tetszett Istennek és nekem, és add reá áldásodat, hogy ennek révén annál bizonyosabban elnyerhessük annak tetszését, kinek helytartója vagy, és Istennek dicsőségére és a te tiszteletedre együtt élhessünk, és végezetül hallhassunk. Alessandro elálmélkodott halván, hogy ez Angolország királyának leánya, és titokban csodálatos vidámság öntötte el. De még jobban álmélkodott a két lovag, kik is oly igen megháborodtak, hogyha máshol lettek volna, nem éppen a pápa színe előtt, bizonyosan ellátták volna a baját Alessandrónak, és ne talántán a hölgynek is. Másfelől a pápa is fölöttébb csodálkozott, mind a hölgynek ruházatán, mind pedig választásán. De tudván, hogy nem másíthatja meg a történteket, úgy döntött, hogy eleget tesz a kérésnek. És mindenek előtt megnyugtatta a háborgó lovagokat, és kibékítette őket a hölgyel és Alessandroval, azután pedig parancsot adott a következendőkre. És ama napon, melyet kitűzött, valamennyi bíbornak és más kiváló jeles férfiak előtt, kik meghívására egybegyűltek a ma nagy ünnepségre, melyet rendezett, behívatta a hölgyet, ki királyi öltözetében oly szépségesnek és gyönyörűnek tűnt, hogy méltán magasztalták mindenek, és ugyancsak behívatta Alessandrót, ki ragyogó öltözetében megjelenésével és viselkedésével nem is uzsorásnak, hanem inkább királyi ifjúnak látszott, úgyhogy a két lovag igen nagy tisztelettel fogadta. És akkor a pápa újból és ünnepélyesen megtartotta a készfogót, annak utána pedig pompás és nagyszerű lakodalmat csapott, és áldásával útnak engedte őket. Alessandro, és ugyanazonképpen a hölgy, mitől Rómából távoztak, akképpen döntöttek, hogy Firenzébe mennek, hova már eljutott az esetnek híre. S minek utána itten a polgárok igen nagy tisztelettel fogadták őket. Az asszony a három testvért kiszabadította, s kifizetvén előbb minden hitelezőiket, őket és hitveseiket visszahelyezte birtokaikba. Minek utána ezért mindenki igen megkedvelte őket. Alessandro és felesége magukkal vitték Agolantét, útra keltek Firenzéből és Párizsba utaztak, hol nagy tisztes fogadásban volt részük. Onnan a két lovag Angolországba ment, s ottan addig puhították a királyt, míg nem leányát ismét visszavette kegyeibe, s őt és vejét pompás ünnepléssel fogadta. Vejét kevéssel annak utána nagy ünnepséggel lovaggá ütötte, és neki adományozta Cornwall grófságot. Ez pedig oly derék ember volt, és oly sok jeles dolgot művelt, hogy kibékítette a fiút atyával, minek nyomában bőséges áldás fakadt a szigeten, ő maga pedig megnyerte az egész nép szeretetét és háláját. Agolante mind egészében behajtotta mindazt, mivel tartoztak neki,
és dúsgazdagon megtért Firenzébe, minek utána Alessandro gróf előbb lovaggá ütötte őt. Azon túl a gróf dicséretes életet élt feleségével, és mint némelyek mondják, okosságával és derékségével és ipa urának segedelmével meghódította Skótországot, melynek királyául koronázták.